Riyad Mahrezért ajánlatot tett a Manchester City együttese. Az Arsenal klubrekordnak megfelelő összegért leigazolta Pierre-Emerick Aubameyangot. Nézd meg videónkat, hogy értesülj a legújabb átigazolási hírekről. Látogass el és regisztrálj Magyarország első sportfogadó közösségi portáljára. Betmakers.com. Spanyolországi hírek szerint Stefan Cepovic hamarosan a Videótonban folytatja pályafutását. A támadó, akinek testvére Márkos Cepovic jelenleg is a fehérvári együttest erősíti, vasárnap óta már Magyarországon tartózkodik, és hamarosan átesik az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, és várhatóan egy 2020-ig szóló szerződést ír majd alá, amelyet kölcsönös elégedettség esetén plusz egy évvel meghosszabbíthatnak a felek. A 28 éves támadó 2016-tól a La Ligában szereplő Getafe tulajdonában állt, azonban az elmúlt fél évet a másodosztályú Sporting Gijónnál töltötte. Cepovicnak végül sikerült meggyőznie mindkét klubot, hogy bontsák fel szerződését, így a Videóton ingyen szerezheti majd meg a 8-szoros szerb válogatottnak számító játékost. A labdarúgó egyébként igazi vándormadárnak számít, és pályafutása során már 12 csapatban is megfordult, többek között a Sampdoriában, a Celticben és a Partizán Belgrádban is, ahol korábban már játszhatott együtt Márko öccsével is. Legsikeresebb időszakának talán a 2013-2014-es szezon nevezhető, amikor is a Sporting Gijónban 39 meccsen 23 gólt szerzett a spanyol másodosztályban. A francia L'Équipe szerint Zlatan Ibrahimovic aláírt az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban szereplő Los Angeles Galaxy együtteséhez. A lap úgy tudja, a Manchester United 36 éves klasszisa már 3 héttel korábban aláért új csapatához, így már csak idő kérdése, hogy mikor csatlakozik az egykor a David Beckhamet is foglalkoztató klubhoz. A svéd csatárklasszis angliai pályafutása nem alakul a legjobban, és azok után, hogy tavaly áprilisban súlyos térsérülést szenvedett, novemberi felépülése után jobbára csak kiegészítő szerep jut neki José Mourinho csapatánál. Alexis Sánchez érkezésével még inkább romlottak az esélyei a kezdőcsapatba kerülést illetően, ráadásul időközben újra megsérült. Ibra szerződése a nyáron lejár a Vörös Ördögöknél, és mindezek fényében már most a szezon közben kész lenne klubot cserélni, és úgy hírlik, távozása elé a United sem gördítene akadályt. A Los Angeles Galaxy vezetői minden esetre időközben tagadták a híreszteléseket, és elmondásuk alapján valótlanok azok az állítások, miszerint a játékos már aláért volna hozzájuk. A Borussia Dortmund hivatalos oldalán erősítette meg, hogy leigazolta a Barcelona utánpótlásában nevelkedő Sergio Gomezt. A német klub, amely az Arsenallal vívott nagy csatát a játékosért, azután szerezte meg az igen tehetséges 17 éves balszélsőt, hogy kifizette a szerződésében lévő 3 millió eurós kivásárlási díját. Nagy érvágás ez a katalánoknak, hiszen Sergio Gomez az akadémia egyik legjobb játékosának számított. A futballista a tavalyi 17 éven aluliak világbajnokságán hívta fel magára a figyelmet, amikor vezérletével a spanyol válogatott ezüstérmet szerzett, őt pedig a torna második legjobb játékosának választották meg. Gomez, aki a hírek szerint 2022-ig írt alá és a 34-es messzámban futbolozik majd új csapatában, tavasszal a Dortmundiak utánpótlás együttesében bizonyíthat, és a nyáron csatlakozhat majd a felnőtt kerethez. A Philippe Coutinho érkezésével a Barcelonánál végleg létszám felettivé váló Gerard Deulofeu a Watford együtteséhez igazolt. A Premier League-ben jelenleg a 11. helyen álló klub a szezon végéig 1 millió euró ellenében kölcsönbe szerezte meg a szélsőt, akinek fizetését teljes egészében az angol együttes állja majd. A játékost nem először adja kölcsön a katalán sztárcsapat, hiszen korábban ugyanilyen formában került az Evertonhoz, majd később a Sevillához is. Előbbi együttes végül 2015-ben végleg leigazolta, hogy aztán másfél évvel később ők is kölcsön adják az AC Milánnak, ahol fél évet töltött el. A 23 éves, négyszeres spanyol válogatott támadót végül tavaly nyáron vásárolta vissza a Barcelona, ahol azonban nem tudott alapemberré válni, és a szezon első felében mindössze 10 bajnokin kapott szerepet. Marc Bartra a Borussia Dortmundtól a La Ligában szereplő Betishez szerződött, jelentette be a spanyol klub honlapja.
A sevillai alakulat a hírek szerint megközelítőleg 10,5 millió eurót fizetett a 27 éves középhátvéd játékjogáért, aki 2023 nyaráig kötelezte el magát új csapatához. A 13-szoros spanyol válogatott játékost még 2016-ban a Barcelonától igazolták le a dortmundiak 8 millió euró körüli összegért, azonban ezen időszak alatt sem tudott stabil kezdőjátékossá válni a németeknél, és másfél év alatt mindössze 43 tétmeccsen kapott szerepet. Az idei szezonban szorult ki végleg a dortmundiak kezdőjéből, és a bajnokság eddig eltelt 20 fordulója során csak 8 alkalommal lépett pályára. Teljesítményére minden bizonnyal kihatott a tavaly áprilisi Monaco elleni BL meccs előtt történt a Dortmund csapatbuszát megcélzó robbantásos merénylet is, amely során a játékos súlyos sérülést szenvedett. A Chelsea hivatalosan is bejelentette Emerson Palmieri leigazolását. Az AS Rómától érkező 23 éves baloldali védő 2022 nyaráig kötelezte el magát a londoniakhoz, akik mintegy 20 millió eurót fizettek érte az olasz fővárosi klubnak. Ez az összeg bizonyos feltételek teljesülése esetén bónuszok formájában további 8 millió euróval egészülhet ki. A brazil származású, de olasz állampolgársággal is rendelkező játékost, aki a 33-as számú mezben fog játszani új csapatában, már az elmúlt nyáron is szerette volna megszerezni a Chelsea, azonban akkor még nem sikerült nyílbe ütni az üzletet. Emerson a Santosban kezdte pályafutását, majd előbb a Palermohoz, később pedig a Rómához került kölcsönbe, akik 2017-ben 2 millió euró ellenében végleg leigazolták őt. A játékos ezen időszak alatt 47 tétmeccsen lépett pályára a Rómában, és ezeken két alkalommal volt eredményes. A Chelsea újdonsült védője tavaly májusban súlyos térsérülést szenvedett, amiből csak december elején épült fel, így az idei olasz bajnokságban mindössze egy találkozón léphetett pályára. Mind az Arsenal és mind a Dortmund megerősítette, hogy megszületett a megegyezés Pierre-Emerick Aubameyang ügyében, amely szerint a gaboni támadó az ágyosoknál folytatja pályafutását. A 28 éves klasszisért klubrekordnak megfelelő 64 millió eurót fizet az Arsenal, és bár szerződésének időtartamáról egyelőre nem érkeztek hírek, ám a beszámolók szerint a játékos hosszú távú megállapodást kötött Arsène Wenger csapatával. Aubameyang 4,5 év után hagyja el a Dortmundot, amelynek színeiben 213 tétmeccsén 141 gólt szerzett, és amellett, hogy a tavalyi szezonban gólkirály lett a Bundesligában, a 2005-2016-os év legjobb játékosának is megválasztották a német bajnokságban. A játékos az elmúlt időszakban fegyelmezetlenségei miatt többször is nézeteltérésbe került a dortmundi vezetőkkel, így csak időkérdése volt, hogy mikor hagyja el a sárga-fekete alakulatot. A Milán és a Saint-Étienne egykori futballistája az Arsenalban együtt játszott már korábbi dortmundi csapattársával, Henrik Mkhitaryannal is, akivel nagyszerű párost alkottak németországi karrierük során. A gaboni csatár megszerzése egyúttal Olivier Giroud távozását is jelentheti, akiért a hírek szerint a Chelsea kész lenne 20 millió eurót is fizetni. A sérülés miatt előreláthatólag másfél hónapig harcképtelenné váló Leroy Sané-t Riyad Mahrez-zel pótolná a Manchester City együttese. A France Football értesülései szerint a Premier League listavezetője akár 65 millió eurót is fizetne a Leicester City-nek az Algír szélsőért, aki már jelezte is klubjának távozási szándékát. Mindezek ellenére a rókák egyelőre hallani sem akarnak a 26 éves játékos eligazolásáról, mivel nem szívesen válnának meg a szezon felénél az egyik legnagyobb sztárjuktól, ám úgy hílik, egyáltalán nincs kizárva, hogy létrejön az üzlet. Pep Guardiola együttese Leroy Sané sérülése előtt is szeretett volna erősíteni támadó poszton, így ez a 22 éves német szélső kiválása után még inkább sürgető lett számukra. Mint ismert, a kékek elsőleges kiszemeltje Alexis Sanchez volt, aki azonban a városi rivális United-et választotta inkább. Mahrez leigazolásához tavaly nyáron az AS Róma állt nagyon közel, de az olasz és az angol klubnak nem sikerült egyességre jutni a játékos vételáráról, így kútba esett az üzlet. A Daily Star angol lap információi szerint a Citybe való igazolását is ez akadályozhatja meg, miután a Leicester legalább 78 millió eurót szeretne kapni a jobb szélsőért.
További foci hírekért és érdekességekért kövessd a Tikitaka TV Facebook, illetve Instagram oldalát. Ha pedig nem szeretnél lemaradni a legújabb videókról, akkor iratkozz fel a csatornára.